Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jele Jászmin Grész vagyok, nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Még lehet jelentkezni Tolna megye egyik legkorszerűbb középiskolájába. Az aszály tovább sújtja a horgász területeket Tolna megyében. Egyként fogtak össze az emberek a daganatos betegséggel küzdő Anitáért. Közel 160 nyugdíjas vett részt a Faddi sportnapon. Még nem késő jelentkezni a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai iskolába annak, aki szakmája legjobbja akar lenni. Legyen szó az általános iskolából most kikerülő diákról, vagy érettségivel, esetleg másik szakmával rendelkező felnőttről. Az intézményt nem régen újították fel, így az igazán 21. századi körülményeket kínál az odajáróknak. Korszerűbb eltér és még korszerűbb az oktatáshoz szükséges eszköztár. Ezek fogadják azt, aki belép a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola teljesen felújított épületébe. Az 1954 óta működő intézmény így már nem csak az oktatás színvonalát tekintve, hanem az infrastruktúra tekintetében is minden igényt kielégít, ez pedig hatalmas felelősséget kíván az oktatók részéről, vallja az intézmény új igazgatója. Nagyon örülünk, hogy 6 év után át tudtunk költözni a régi új épületünkbe. Az épülettel nem csak jó dolgok járnak, hanem felelősség is jár, és szeretnénk ennek az épületnek mind az állagát, mind pedig a beltartalmát olyan színvonalra emelni, amit megérdemel ez a szakma, a vendéglátás, turizmus. Az iskola, amit a legtöbben a szekszárdi VIP-ként ismernek, a turizmus és a vendéglátás terén is a legkiválóbb szakembereket adta és adja a térségnek és az országnak, sőt a világnak. Itt azt vallják elengedhetetlen, hogy egy oktatási intézmény haladjon a kor elvárásaival, ezért a hagyományos középiskolai képzési rend mellett nagy hangsúlyt fektetnek az új szakképzési rendszerben megjelenő technikusi oktatásra is. Vannak olyan képzéseink, amelyre folyamatos a jelentkezés. Ilyen például az érettségi utáni technikus képzés. Aki megszerezte az érettségit, ő jelentkezhet technikusnak hozzánk. Szakács, cukrász szaktechnikus, illetve pincér vendégtéri technikusnak, illetve van nálunk 2 éve a turisztikai ágazat, és a turisztikai technikusokat is szeretettel várjuk. Az iskola azoknak is kínál képzést, akik felnőttként munka mellett akarnak egy új szakmát vagy szakképesítést elsajátítani. A felnőtt oktatásban 2 részre tudnám bontani a kínálatunkat. Az egyik a szakmát adó képzéseink, ugyanúgy lehet szakmás, illetve szaktechnikus képzés is. Aki érettségizett, ő technikusként végezhet felnőttként is, akinek viszont nincs érettségi vizsgája, szakmát adó képzésre jelentkezhet szintén szakács, vendégtéri, illetve cukrász, és a technikusban pedig még kiegészül a turisztikai képzéssel. Vannak azonban olyan képzések is, amelyek nem szakmát, hanem szakképesítést adnak. Biztatom az érdeklődő felnőtteket, hogy kövessék a Facebook oldalunkat, nézzék a honlapunkat, mert ott mindig aktuális információkkal találkozhatnak, és kiválaszthatják a nekik megfelelőt a képzési kínálatunkból. Jó hír az érdeklődőknek, hogy ezeket a képzéseket rugalmas tantervvel állítják össze a szakemberek, maximálisan figyelembe véve, hogy sokan munka és család mellett vágnak neki a felnőttkori tanulásnak. 1,5 év alatt tudunk egy képzést lebonyolítani a szakmát adó képzésben. A szakképesítést adó képzéseinknél a 100-200 órás képzéstől egészen a 850 órás képzésig. A felnőtteknek szóló képzéseket rugalmasan szervezzük. Egyrészt a tudásbeszámítás miatt rövidebbek a képzéseink, rövidebbek lehetnek a képzéseink, másrészt pedig a munkaidő után, illetve hétvégére is tervezünk képzési időket, úgyhogy be tudják illeszteni a szakma mellé. Ahhoz pedig, hogy az itt elsajátított tudás valóban piacképes legyen, elengedhetetlen, hogy a tanulók a lehető legkorszerűbb eszközökön gyakorolhassanak, olyanokkal, amikkel prémium kategóriás vendéglátó helyeken is könnyen találkozhatnak. Az energetikai megoldásai azok nagyon újak, nagyon újszerűek. Ha hasonlítani szeretném, akkor azt mondanám, hogy ha egy szállodaépülés modern energetikával rendelkezik, akkor hasonló színvonalat produkál, és ez érthető a tankonyhánkra, tanműhelyeinkre is.
A turizmus vendéglátás ágazat az magában, tehát az életben is felfutóban van, úgymond. Néha vannak ugye mélypontok, akár gazdaságilag, akár járványügyi helyzetre való tekintettel, viszont én azt gondolom, hogy vendéglátás a turizmusra mindig szükség van. Tehát ez a szakma egy tipikusan olyan szakma, amivel lehet alapozni a jövőjét, ha valaki akár felnőttként, akár diákként azt gondolja, hogy erre fogja adni a fejét, és ezt a szakmát választja. A felújított épületet méltó módon vehetik majd birtokba néhány hét múlva a tanévet megkezdők. Szeretnénk a tanulókat is meglepni egy nyilvános tanévnyitóval. A megszokottól eltérően szeretnénk egy olyan tanévnyitót szervezni az idén, amire várjuk a szülőket, a duális partnereinket, és minden érdeklődőt szeretettel várunk erre a nyilvános tanévnyitóra. Ezt össze szeretnénk kötni egy kis épület bemutatóval, aki ellátogat hozzánk a tanévnyitóra, megtekintheti az épület egyes részeit, hogy hol folyik az oktatás, illetve hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát még több képzésre lehet jelentkezni a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolában. Érdemes ezért az intézmény honlapját és Facebook oldalát folyamatosan követni. Tolna megyében az összes folyót, patakot és horgásztavat is érinti az aszály, mindenhonnan 40-50 cm hiányzik. Az alacsony vízállás miatt a halak számára is elkeserítő a helyzet, mert élőhelyüket a melegebb vízben gyorsabban szaporodó baktériumok is veszélyeztetik. Nem csak a termőföldeken okoz problémát a csapadékmentes időjárás, hanem az olyan állatok számára sem kedvez, akiknek a víz a természetes közegük. A halak a zsugorodó élőhelyük miatt kerülhetnek veszélybe a nyáron. Az idei időjárás sajnos nagyon kellemetlen negatív hatásban befolyásolja a horgászatot, a termelést. Sajnos a megyébe, de ha kicsit tágokban ma beszélünk róla, akkor országos szinten is nagyon nagy problémákat okoz mind a horgász egyesületeknek, tehát a gazdálkodási hasznosítóknak, illetve a haltermelőknek is. Sajnos itt a halaknál beszélhetünk nagyobb problémáról, ugye itt elsősorban az oxigén hiányos állapotról, ami elsősorban a hajnali időszakban, hajnali órákban jelentkezik. Itt elsősorban, vagy leginkább a sülőnél látszik ez, mert ugye a sülő az első halfaj, ami ezt leginkább megérzi, de sajnos azt követően a harcsa, a ponty, illetve más egyéb halfajokra is ez rossz hatással van. Illetve emellett még ami a másik probléma, hogy a vízi növények is ugye teret hordítanak. Több helyen a békalencse, a hínára sajnos nagyon elszaporodott az idei évben. Tolna megye összes horgászatra kijelölt területét érinti már a vízhiány. A legnagyobb probléma az utóbbi két évben Bogyiszlón, a Bogyiszlói Holdunám tapasztalható, hogy sajnos nekik a Dunának egy magas vízszintje lenne szükséges ahhoz, hogy a bevezető árkon keresztül vizet kapjanak. Az utóbbi két évben ilyen ár nem vonult le a Dunán, illetve amiről még konkrét információnk van, a Szedresen az őssárvíz, ugye a holtsárvíz, ahol évek óta víz problémával küzdenek, illetve Bátán a Holduna. De emellett ami információnk van, tehát amit sajnos mind két szemünkkel látjuk, hogy a megyében szinte az összes vízterületnél probléma van. Van, ahol 20-30-40 centi víz hiányzik csak, de van, ahol már kongatják a harangokat. Az utóbbi években ez a visszabályozás, ami történt ebbe az országba, illetve az, hogy a mezőgazdasági területeknek a mai napig engedik a locsolást, az sajnos a mi vizeinkre kihatással van. A nagy meleg akár a halak tömeges pusztulásához is vezethet. Több helyen már vannak problémák, de konkrétan pont tegnap beszéltem egy haltermelő barátom, hogy őket is érinti, tehát ő is panaszkodott, hogy több vízterületénél már egy méter víz hiányzik a vízből. A tavasszal kihelyezett süllőállománya szinte teljes egész évben kipusztult, illetve már a pontyoknál is sajnos jelentkezik a döglés. A horgászat szempontjából, amiben egy kicsit is segíthetjük azt, hogy a vizeink tiszták vagy tisztábbak maradhassanak, tehát ebben az időszakban, főleg ahol nagy vízmennyiség hiányzik, ha lehet, akkor kerüljék az erjesztett, rotadásig erjesztett etetőanyagok, illetve takarmánykukorica, ilyenekkel való etetést, valamint a mennyiséggel is próbáljanak egy kicsit spórolni, mert ugye az is rossz hatással van a víznek a minőségére. Tehát ugye itt, ami még a döglés az oxigénhiány mellett problémát okoz, az, hogy mivel nem tud cserélődni a víz, így egyes halbetegségek is egyre jobban teret hódítanak, és sajnos megjelennek a halállományba, ami később ugye pusztuláshoz vezet. A kifogott halak megfelelő tárolása is kiemelt szempont ebben a melegben.
ebben az időszakban még ami nagyon fontos, hogyha nem kívánjuk a zsákmányot vagy a megfogott halat megtartani, akkor a lehető legrövidebb időre csökkentsük azt az időszakot, amíg a halat a levegőn kint tartjuk. Tehát a fénykép is, akármilyen mérés, ha történik, akkor a lehető legrövidebb ideig tartson, mert ebben ez nem teszi ott a halaknak, ez az erős UV-sugárzás. Illetve, hogyha azt a halat meg kívánjuk tartani, akkor ugye mi, hogy ő is egy élőlény, ha lehet, akkor olyan mélyen próbáljuk a vízben, a haltartószákunkban tartani, amennyire csak tudjuk. Aki mégis horgászatra szánja el magát a kánikula ideje alatt, gondoskodjon megfelelő hidratálásról, és tartsa be a területre előírt szabályokat. Barátok, ismerősök és ismeretlenek egyként fogtak össze a 41 éves Bogáncsné Nagy Anitáért. Az asszony hosszú ideje daganatos betegséggel küzd. A terápiaként használt sugárkezelések miatt jelentős mértékű izomsorvadása lett, és ahhoz, hogy a fizikai erőnléte mielőbb visszatérjen, szükség volt egy izomstimuláló gépre. Ennek a megvásárlásához járultak hozzá segítő szándékú emberek, aminek köszönhetően nagyon hamar összejött a gép ára. Szilvás gombot készül, ezt kérték a gyerekek. Bogáncsné Nagy Anita betegsége ellenére szívesen készíti el családja számára az ebédet. Kicsit nehézkesen, óvatosabban mozog még a lakásban, de nem hagyja el magát, és remélhetőleg az idő előre haladtával visszatér a régi ereje, és újra teljes értékűen tudja élni mindennapjait. Aki ismeri Anitát, tudja, hogy optimista, jókedvű, bizakodva tekint mindig a jövőbe, annak ellenére, hogy daganatos betegséggel küzd már hosszú ideje. Mert ráka kezdődött. Volt két hatalmas műtétem Pesten fent. Igen. Utána jött a kemoterápia. Megcsináltam a kemoterápiát, pedig én nem akartam. Tehát én vagyok a legjobb a kemó ellenes. Mégis megcsináltam. Utána végre elmúlt minden, mert átételim voltak a kemoterápia alatt. Vesébe, májba, mindenhol, ahol lehet, elmúlott minden. És egyik napról a másikra eltelik egy év, és arra leszel figyelmes, hogy fölkelsz, és nem tudsz lábra állni. És visszajött agyba, agyi ödémával. És ugye ennek most már 4-5 hete, hogy a sugárkezelésnek vége van, nagyon durva mellékhatások vannak. Én személy szerint azt mondom, hogy a sugárterápia rosszabbul viselem, mint a kemoterápiát viseltem annak. Hála Istennek a CT eredményem az jó lett. Igazság szerint nagyon meg vagyok velük elégedve. Azt hozzá kell tegyem, hogy eszméletlen. Tehát amit Szekszárdon is az onkológián kapok emberségből, nagyon rendesek, nagyon aranyosak, segítőkészek. Jó kedvel mentem oda már, pedig aztán én úgy mentem oda, úgy sírtam az első kezelésnél, hogy én azt hittem, hogy vége szakad. Nagyon kedvesek, rosszat nem tudok mondani. Most várom, hogy hívjanak, gondolom van egy folyamat ennek is, hogy leketeljen egy pár hétnek, amit gondolom elmegy a puffadás, ugye, mert a gyógyszerek miatt meg van dagadva az arc, és szerintem hamarosan hívni fognak, illetve Pécsen a sugárkezelésnél is emberségből jeles mindenki, tényleg. Nagyon sokat segítettek, rengeteget. A megpróbáltatások, amiken Anita keresztül ment, bárki számára nehezen viselhetőek lettek volna, és bár nála is voltak borús napok, mégis az élet szeretete és az élni akarás tovább lendítette ezeken a holtpontokon. Csak így lehet túlélni. Csak így, másképp ez nem megy. Nekem is vannak olyan napok, hogy de mindig úgy csinálom, hogy ők ne lássák, ne legyen itthon senki, és akkor ezt magammal el... Jó, hát a férjem néha kap, de ez csak így lehet, hogy pozitívan, ez másképp nem lehet. Én próbálok mindent megcsinálni. A délelőttöm az általában elég jól elmegy. Meg tudok főzni, meg tudok sütni, ki tudok takarítani, mosni, ilyesmi. És akkor jön a délután, akkor egy kicsit lefáradok, akkor szükségem van sétára, hogy kimenjük, de nap nem érhet, mert szétégett mindenemet. Úgyhogy csak így agyba minden rendben lesz, ez is rendben lesz, tudom, hogy túl leszek rajta,
Csak a sugár az engem kicsit jobban megfogott, mint a kemoterápia. A sugárkezelés és a gyógyszerek miatt Anita izmai legyengültek, ettől bizonytalan még neki a járás, ez miatt fárad el hamarabb. Egy kedves ismerőse ötlete azonban beindított egy adománygyűjtő hadjáratot, aminek eredményeképp barátok és segíteni akaró ismeretlenek összegyűjtöttek annyi pénzt, amiből az édesanyja egy otthon használható izomstimulációs gépet vásárolt, ami hozzájárul ahhoz, hogy mi hamarabb visszanyerje fizikai erőllétét. Ez egy bőséges, jó árba való gép, és akkor Tündi kitalálta, a kutyászit Tündi, aki szintén dunaszecsői, hogy akkor ő ebbe segít. Na most ennek felbőzdülve meghallották olyan személyek, akiket csak kétszer láttam. Tehát annyira idegenek számomra. Például van egy hölgy, őt a mostani munkahelyemen, ami még, ugye ahonnan én eljöttem most tápénzre, ő ott volt szállóvendég, és ő is, és utaltak, és nem kellett semmit mondjak, és csak jöttek a pénzek, és csak néztem, hogy most ezt honnan tudják, meg honnan csinálják. Úgyhogy fantasztikus idegen emberek vannak, hozzá kell szegezzem. A szekrádon van a Retkes Tamás, aki egy képet ajánlott föl nekem, licitre, és ott is 60 ezer forint jött össze. Akkor már az is plusz volt, és megkaptam a képet is, amit a mai napon fogunk fölrakni, illetve általános iskola. Nem láttam az akkor a tatosztálytársamat 20x éve, azért 41 éves vagyok, 20x éve nem láttam, és ő meg egy évfolyam társam az akkoriban, nem szeretné, hogyha a nevét említeném, ő egy nagyon nagy összeggel támogatott, és nem igazság szerint nem a gépre, de mi ezt oda fogjuk rakni, hanem a gyerekeknek, hogy minden meg legyen, mert nagyon sok mindent eladtunk. A sok segítő szándékú embernek köszönhetően a gép ára hamar összejött, Anita a napokban meg is kapta. Így használatával és azzal a tudattal, hogy orvosai szerint most már a gyógyulás útjára lépett, remélhetőleg mi hamarabb újra egészségesen és aktívan tudja majd élni a számára mindig is szépnek tartott életet. Tolna megye számos településéről érkeztek nyugdíjasok, hogy részt vegyenek Faddon a sportcsarnokban megtartott rendezvényen. Az Életet az Éveknek Tolna megyei szövetsége rendszeresen szervez ehhez hasonló megmozdulásokat az időskorú embereknek, nem csak azzal a céllal, hogy megmozgassa őket, hanem hogy közösséget építsenek, kapcsolatot ápoljanak. Szurkolástól volt hangos a faddi sportcsarnok, ugyanis az Életet az Éveknek Tolna megyei szövetsége sportnapot szervezett a megye nyugdíjas klubjainak. A program célja az volt, hogy megmozgassák az időseket, hozzásegítsék őket kapcsolatok, barátságok kialakításához, illetve a játékos sorversenynek köszönhetően mosolyra fakasszák őket. A megye számos nyugdíjas klubjából érkeztek résztvevők, hogy egy jókedvű napot töltsenek együtt. Nagyon-nagyon-nagyon jókedvű, még ez nem az első eset, hogy részt veszek egy ilyen nyugdíjas megyei találkozón. Tamásiba voltunk már egy kulturálison, az is csodálatosan szépen sikeredett. Főleg azért, mert Sárközből érkezvén, annak fővárosából Decsről, és csodálatos szép énekeket énekeltek az asszonyaink ott. Most pedig nem szeretnénk nagyon jó sportot csinálni itt a megyei versenyen, és jól érezni magunkat természetesen. Én jó magam is részt veszek róla, 70 pluszosan természetesen. Paksról a helyi nyugdíjas klubból is érkeztek idősek a rendezvényre. A Paksi Városi Nyugdíjas Klubból jöttünk, 10, és nagyon-nagyon vártuk. Minden évben, hát kivéve amikor a járvány volt, megtartották valahol, mi is tartottunk már Pakson, és ott is nagyon jól érezték magukat. Meg kéne nézni a sokszor a fiataloknak, hogy mit tudnak az idősek. A játékos sorversenynek nem volt tétje, inkább csak azt a célt szolgált, hogy az időseket kicsit megmozgassák. Én vagyok a klubban legfiatalabb. Most nem is mondok kort, mert fölösleges. Tehát nálunk azért óvatosan megy ez. A sétál mindenki, nagyon sokat. Tehát ha meglátja, hogy mozognak a fiúk, egyik így húzza a lábát, másik. Tehát azért azt kell mondani, mert nem kis tábor vagyunk, vagy úttörő csoport, hanem
Mi nyugdíjasok vagyunk, mi így mozgunk, ahogy tudunk. Ilyen öregesen. Bali Ervin Fad alpolgármestere, aki ezen a rendezvényen testnevelő tanári szerepet töltött be, ő állította össze a feladatokat, ügyelve arra, hogy a szépkorak számára viszonylag könnyen kivitelezhető legyen. Feladat gyakorlatokat azok úgy válogattam össze, hogy megpróbáltam, hogy iskolai testnevelő tanár vagyok, és nyilván azt a szintet megpróbáltam egy kicsit átalakítani, amit az ifjú generációval szoktam minden napokban gyakorlatoztatni, hogy egy történetkör építettem az egész mozdulatsort, és igazából egy falusi nyugdíjas napja címet adtam a történetnek, és akkor egy ilyen blogban próbáljuk meg, a feladatokat ültettük be ennek a mese témakör köré, hogy egy kicsit érdekes legyen, kicsit látványos legyen, nevessenek rajta, jól érezzék magukat, és nyilván hát az életkoruknak és a testadottságnak megfelelően lehessen ezeket végrehajtani. Be kell tenni a kis labdát a bója alá, tehát egy kicsit ilyen, azt mondom, hogy inkább koordinációs, azt mondanám, hogy képességfejlesztésre szeretnék összpontosítani, akkor a koordinációs képességnek a fejlesztésére tenném ki a hangsúlyt, de hát ez inkább azt mondom, hogy egy ügyesség és semmiképp sem megterhelő feladat. Karikákba áttenni az egyik eszközt, egy bottal összeszedni a tányérbójákat, egy kicsit hemperegni a tatamin, hogy azért az is meg legyen benne. Tehát, hogy maga a feladat típusa alkalmazkodik az életkoruknak megfelelően, és próbálom egy picit, hogy jól érezzék magukat. Végülis ez lenne a mai napnak a lényege. Hát első körben 14 csapatról volt szó, most ugye 13-on egy csapat kiesett, 13 csapatunk van. Mivel az eszközellátottságunk a csarnokban olyan, hogy ennyi pályát egyszerre nem tudunk berendezni, úgyhogy 3 etapban lesz minden feladat végrehajtva, úgyhogy 1-es, 2-es, 3-as csoportra osztom be majd a településeknek a lakóit, és akkor mindegyik csapat elvégzi először az 1-es feladatot, az én sportolóim, akik a Fadi Sport és Karate szakosztálynak a versenyzői, őket elhívtam segíteni, ők gyorsan leszedik az állomást, felrakják a következő állomást, már be is gyakorolták a feladatokat, bemutatják nekik, és akkor ilyen forgószínpadszerűen fogjuk váltani egymást, és összesen 5 feladat van. Az Életet az Éveknek Tolna Megyei Szövetségének fő célja, hogy sokszínű, változatos programokat szervezzenek a nyugdíjas korú embereknek, kiragadva őket a mindennapokból, aktívabbá és színesebbé téve az életüket. A sportnap is nagy múltra tekint vissza, és mindig más település szervezi meg. 12 településről 15 nyugdíjas klub jött el, minden klubból 10 fő van, és ugye a helyi nyugdíjasok is, tehát 160-an veszünk részt a mai rendezvényen. A szövetség kulturális programokat is szervez évközben az időseknek. 4 nagy rendezvényünk van a megyében. Volt az idén Bátán a szavaló verseny, ez minden évben van, a költészet napja alkalmából. Aztán dalos találkozó volt Tamásiban, ott 230-an voltunk, Bátán 170-en, a bátai regionális volt az idén először, Solna, Tomogy és Baranya megye szavalói vettek részt, 34 szavaló volt, és akik jó eredményt értek el, Budapestre mehettek a Művészetek Házában egy szavaló versenyre. És ahogy említettem, volt még a nagy rendezvényünk Tamásiba, az is egy nagyon nagy sikerű dalos találkozó volt, ott is 13 kórus vett részt, és akkor most van a sportnap, és ezután pedig Iregszemcsén lesz a kulturális seregszemle szeptember 23-án. És ezek egésznapos rendezvények, úgy egésznaposak, hogy délelőtt 10 órakor kezdődik, lezajlik akár a műsor, akár a sportrendezvény, utána egy jó ebéd jön, és utána zene, tánc, szórakozás. A rendezvény végén minden résztvevő az élményeken túl egy oklevelet, egy szál virágot és egy üvegbort vihetett haza. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!